Köszöntjük a hallgatókat, Gábor Klárával beszélgetünk, az Újhold régi zene és táncegyüttes vezetőivel. Egy üde színfoltja Komáromnak ez az együttes. Mikor, milyen céllal alakultatok meg? 2008 óta létezik az együttes. Abban az évben volt Mátyás király trónra lépésének az 550. évfordulója, egy nagy reneszánsz emlékév, biztos van, aki még emlékszik rá. És akkor indítottunk először egy ilyen kis baráti önképzőkört, amikor a korabeli étkezésről, a viseletekről, a harci fegyverekről, táncokról és zenékről volt szó, és végül is az a kemény mag, aki ebből megmaradt, aztán nyilván az én hatásomra elindult inkább a zene és a tánc felé. Rögtön már az első évben nagyon sok felé tudtunk járni, mert meg kell, hogy mondjam, nem túl sokan foglalkoznak ezzel az országban. Nagy szerencsénkre nem csak a saját örömünkre tudtunk táncolni, hanem máshová is el tudtunk menni. És az évek során nem csak a reneszánsz táncokkal foglalkoztunk, bár ezeket már elég jól felgyűjtötték, egy Toano Arbo nevű francia abbé, aki nagyon szerette ezek szerint a táncokat. Ő volt az, aki összegyűjtötte, és a korabeli lehetőségek alapján ilyen kis aranyos táncos emberfigurácskákkal és szövegekkel lejegyzett egy csomó táncot, illetve akkor már elkezdődött másútt is a nyomtatási lehetőségek miatt ezeknek a táncoknak a lejegyzése, tehát viszonylag jól lehet őket rekonstruálni. És hát középkori fesztiválokra is hívnak minket, de nem lehet pontosan tudni, hogy milyenek voltak a középkori táncok, hiszen ezekre csak következtetni lehet a korabeli templomi festményekről, vagy egyéb festményekről, ahol ábrázolások alapján azt feltételezhetjük, hogy elsősorban a kör- és lánctáncok divatja dívott a középkorban, és a reneszánsz megújulása és szabadabb szellemisége hozta el aztán a páros táncok megjelenését, és eleinte például nem fogtak olyan szorosan össze, mint mi a magyar csárdásba, hogy egymás vállát meg derekát fogjuk, az annak idején egy eléggé tiltott nyilvános forma volt, hanem a páros táncok is először csak ilyen nyitott egymással szembe táncolás, vagy egykezes fogás, vagy kétkezes nyílt fogásokban járták ezeket a táncokat. Miért pont a reneszánszra, miért pont a középkori táncokra esett a választás? Nagyon érdekesek ezek a tánctörténeti vonatkozások, és tulajdonképpen amikor néptáncoktatói tanfolyamra jártam, és volt tánctörténet, akkor a magyar táncoknak az eredetét kutató szakemberektől is tanultam, és amikor kezdték mesélni, hogy hát volt az a paván, ami olyan, mint a mezőségi elején, amikor úgy rendre állnak, és a lassút eljárják, mert hogy volt régen mindig egy ilyen lassú bevezető tánc, és akkor ennek a párhuzama a paván például, és nem tudtam elképzelni, hogy milyen. Tehát én bennem már ezek régóta mozogtak, hogy szeretném megismerni ezeket a régi táncokat, és még a zeneiskolában voltam néptáncoktató, amikor ugye pedagógus továbbképzésre lehetett menni, és akkor a Szél Rita, aki Magyarországon az egyik szakember, aki ilyesmivel foglalkozik, az ő továbbképzésére mentem el, és azóta szereztem be szakkönyveket, és természetesen bújom az internetet. Tehát mielőtt kiválasztom a táncot a táncosaimnak, hogy mit fogunk megtanulni, előtte nagyon sok változatot megnézek, és valószínűsítem, hogy akkor melyik az, ami úgy közös mindegyikben, meg az én táncosaim tudására, képességi szintjére való, és akkor azt tanítom meg nekik. Hol is, merre tudtok és tudtatok eddig már föllépni, merre tudtátok már bemutatni, és hol tudjátok bemutatni ezeket a táncokat? Kaptunk felkérést például a Tatai Barokk Fesztiválra, így aztán most már van a repertoárunkban barokk tánc is, nem is egy körülbelül fél órás barokk műsort szoktunk ott előadni, és még egy kicsit visszakanyarodva, hogy mit táncolhat az ember középkori fesztiválokon. Ez a bizonyos említett Toano Arbo írta le bizonyos táncokról, hogy ezek olyan régiek, több száz évesek, hogy ezeket már nagyon régóta táncolják, és ezek pont ezek a kör és lánc tánc leírások, tehát feltételezhetjük, hogy az ő leírásaiból ezek a táncok már a középkorban is táncolt táncok voltak, és az ilyen fesztiválokra megpróbáljuk elsősorban ezeket elvinni. És hát van zenekarunk is alkalmanként, a Tatai Patarára, illetve a Visegrádi Palota játékokra zenekarral szoktunk menni, de ezen kívül mi vagyunk a középkori részleg a Savaria Karnevál fölvonulóinak a sorában, és hát már említettem, hogy a barokk fesztiválon szoktunk fellépni, és ezen kívül még nagyon sok kisebb-nagyobb felkérésnek teszünk eleget. Itt a Csillagerődben mostanában többször láthatott minket a kedves közönség, amikor átadták az erődöt, akkor a saját zenekarunkkal adtunk ott egy műsort, hiszen ott reneszánsz szobrok is találhatóak a Csillagerődben látható gyűjteményben, és most pedig a kézművesség világnapján voltunk legutoljára itt Komáromban. Ezek a reneszánsz barok
barokk és középkori táncok, amit ti táncoltok, a parasztvilágra volt jellemző, vagy inkább a nemesség művelte? Azt gondolom, hogy inkább az úri népek táncát írta le ez a bizonyos úr, viszont a rajzok alapján mégis azt gondolja az ember, hogy itt van egy kis átjárás azért, tehát ha valaki látja, hogy hogy táncolnak a mulatságon, ahol ő felszolgálja az ételt vagy a bort, nem lehet azt mondani, hogy teljesen külön vált mondjuk a parasztság és az úgynevezett úri népeknek a tánca. Valamiféle azonosság, a korra jellemző dolog az mindenféleképpen összekötötte őket. Tehát az, hogy lánctáncokat vagy mozdulatután zobranlókat táncoltak egy bizonyos korszakban, az szerintem mind a két társadalmi rétegre elmondható volt. Hány tagot számmal most a csapat? Zenészekkel együtt? 4 tagú a zenekar, 4 szem fiunk van, úgyhogy aki most ezt hallja, és ez alapján kedvet kapott egy viszonylag egyszerű és nagyon hangulatos táncokat megtanulni, illetve egy nagyon jó kis közösség tagja lenni, azokat szeretettel várjuk, természetesen hölgyeket is, de hát urakra nagyon nagy szükség lenne, és hát a lányok az, mi vagyunk olyan 80-10, igen, és az életkor az egyébként ilyen 20 évestől a 60-valahány évesig terjed, nem olyan erőteljes mozgást igényel, mint mondjuk a magyar néptánc, és éppen ezért egy ilyen alapvető tánckészséggel ezek már könnyedén elsajátíthatóak. Hol és mikor zajlanak a próbák, hogy lehet jelentkezni hozzátok? A legjobb az, ha valaki rám ír Facebookon, vagy az oldalunkon, mert van egyébként egy oldalunk is a Facebookon, így, hogy Újhold régi zene és táncegyüttes, és akkor én megírom neki, hogy hogyan és mikor tud ő kapcsolódni, de egyébként vasárnap délutánonként próbálunk 5 órától. Most még 2 próbánk lesz, néha egyet-egyet kihagyunk, tehát azért is érdemes rám írni, és aztán már itt van mindjárt július elején a Visegrádi Palota játékunk.